Tanú meghallgatással folytatódott hétfőn annak a férfinak az ügye, aki a vád szerint még 2018. júliusában megfojtotta az akkor 26 éves volt barátnőjét Kapuváron, mivel nem bírta elviselni, hogy a lány elhagyta. Először a megfojtott lány édesapja válaszolt a kérdésekre. A férfi elmondta, feleségétől jött haza a kórházból, mikor arra lett figyelmes, hogy nyitva van a bejárati ajtó. Bementem, akkor még egyet az előszobában a és akkor a hátán fecsit a lány. Az első reakció az emberben az, hogy megnéztem a pulzusát, nyakán, nem tanultam, de nem, de sokszor látja, és akkor látom, hogy eszméletlen. Ezek után kért segítséget az apa a szomszédból. A szomszéd asszony ugyanis nyugdíjas ápolónő, aki több mint 40 évet kórházban dolgozott. Ő kezdte meg a lány újraélesztését, a férje pedig hívta a mentőket. Megfogtam a kezét, és egyszer elkezdtem éleszteni, úgy, ahogy kell, amit a két kezem már tudtam csinálni. Semmi nem volt, tudtam, hogy mit kéne, borzalmas helyzetben. Mit kéne ahhoz, hogy sikerüljen. Míg az asszony a mellkasprést alkalmazta, a vádlott fel alá járkált a lakásban. Csak akkor menekült el a háztól, mikor a rendőröket hívták. Feltűnt ugyanis a szomszédoknak, hogy a lány nyakán egy piros csík van, ami a folytogatás miatt került oda. A vádirat szerint a férfi egy bálakötöző madzaggal folytotta meg a korábbi barátnőjét. A lányt sikerült újraéleszteni és kórházba szállítani, ám pár nappal később elhunyt. A vádlott a tárgyaláson elcsukló hangon kért bocsánatot a családtól. A család elvétel, hogy bocsánatot kérek tőlük. Ahogy előző pár tárgyaláson bocsánatot kértem, hogy ezt nagyon bármilyen tettem. Kérem, bocsánatot nekem. Az eljárás szerdán folytatódik majd.